Egyre több életveszélyes helyzet alakul ki az árvíz miatt. A vízügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, előfordulhat, hogy a katasztrófa turisták és a bámészkodók veszélyeztetik a védvonalak épségét. Ezért mindenkitől azt kérik, figyeljék a hivatalos jelzéseket és ne akadályozzák a munkát. Törmelékek és víz mindenfelé, ameddig a szem ellát. A szentendrei ártérben mindent elöntött a medréből kilépő folyó. A házakat szinte lehetetlen megközelíteni. Mi van az? Az áradások miatt egyre több életveszélyes helyzet is kialakulhat. Ez látszik a Pest vármegyei kutató-mentő szolgálat felvételein. Ezen a videón például az látszik, amikor egy otthonában rekedt férfit próbálnak kimenteni az ingatlanja udvaráról. Egy hajléktalan embert pedig egy elhagyatott házból kellett kimenekíteni az épület ablakán keresztül. De arról is készült videó, amikor egy férfi egy fában kapaszkodva várta a segítséget tahított falunál. A férfi csónakkal indult el, de felborult és fennakadt egy fán. Többen is megmártóztak a budapesti rakpartokra kijöntött Dunában a napokban, pedig a fürdés a megáradt folyókban nem csak tilos, de életveszélyes is. Volt, aki úgy döntött, evezve indul el a megáradt folyón. Közben a katasztrófa turisták is tömegével jelennek meg a fővárosban. A parlamentnél alig lehet elférni a bámészkodó, fotózkodó emberektől. Ez a kíváncsiság azonban a védekezést is hátráltathatja. A vízügyi szakemberek közölték, három eset lehet, amikor a civilek hátráltathatják a védekezést. Ha elállják az utat és megállnak a védvonalak mellett, azzal a közlekedést hátráltathatják, és a szakemberek nem tudnak időben beavatkozni. Az áradás elől a vadállatok is menekülnek, ilyenkor ezért is különösen fontos az óvatosság. De az is hátráltatja a munkát, ha a bámészkodók a homokzsákokkal védett területeken sétálnak, vagy a töltéseken bicikliznek. A védvonalnak egy olyan pontját tapossák az emberek, ami szivárgás technikailag káros, tehát megnyit új csatornákat, megnyit új részeket a víznek, és ezzel felgyorsítja akár a buzgárok kialakulását, akár a szivárgást. Az árhullám lassú levonulása miatt a töltések állapotát még hosszú ideig fenn kell tartani. A hatóságok ezért arra kérnek mindenkit, hogy kerülje ezeket a területeket, és figyeljen a szakemberek figyelmeztetéseire.